Egerben koncertezett a 2000-ben alakult Hiperkarma. Stábunk ennek kapcsán mikrofon végre kapta az alapító frontembert, az Artisius díjas zenész, dalszerzőt, Bércesi Róbertet. Ilyen, amikor hátba szúr a szív. A legelső felállásból rajtam kívül Kis Tibor Stevie szólógitáros szerepel még a zenekarban. Ő régi harcostársam, együtt játszottuk, élveztük, küzdöttük végig ezt az elmúlt bő két évtizedet. A dobos Hámori Benedek 7 éve játszik a zenekarban, és a basszusgitáros fronton van a legfrissebb változás. Február óta Szőlősi Kati, az Omega volt basszusgitárosa, a zenekarnak a basszusgitárosa. Rajtam, de nem látok belém, én egy univerzális gondolkodóval élek, aki folyton boldogabb akar lenni. És nem érti meg, hogy ez nem így működik, nem ilyen egyszerű. Folytattál még tovább is, de félbe szakít, és azt mondja, ez az élet szerint annyira egyszerű, hogy az már fáj. Mégis érdekes, láthattam én is, hát persze, hogy láthattál, csak akkor ne legyél már ilyen mélységesen. Régebben én azért rendkívül önbizalomhiányos voltam. Ennek is, meg az állandó nüanszírozási tikkemnek köszönhetően volt olyan dal, amit 10 évig farigcsáltam, de úgy alapvetően is sokáig készült egy dal. Mindig odafigyeltem minden hangra, minden szótagra, nagyon sokáig farigcsáltam a dalokat, de az utóbbi 3 évben már dalszerzői metódust váltottam, és most már úgy írok dalt, hogy egyszerűen az első akkord, ami eszembe jut, az első dallam, az első sor, ami eszembe jut, azt megírom, befejezem, mint hogyha a jövőből lediktálnák nekem a jövőbeli rajongóim az akkor már kész dalt. És témában egyébként miből merítesz? Soha nem figyeltem arra oda, hogy miről szólnak a dalszövegeim. Utóbb derült csak ki mindegyikről, hogy pont arról szólnak, ami abban az időszakban, amikor írtam őket, történt velem. Ezt én valahol a dal mágiájának hívom, ez szerintem varázslatos és a mai napig megdöbbent, és épp ezért nem is nagyon szólok bele. Nem akarok így a magánéletedben turkálni, de azért voltál hullámvölgyökben. Ebből mennyire tudtál meríteni művészileg? Mennyire tudtad leküzdeni a démonaidat? Hát azért 20 éven keresztül én úgy írtam dalt, és valószínűleg ezért volt az, hogy nagyon nehezen készültek el a dalok, hogy egy ilyen extatikus transz állapotba kerültem, és ott ilyen automatikus írással írtam a szövegeket, ami azt jelenti, hogy leírok egy szót, és arra figyelek, hogy mi ami szó eszembe jut arról a szóról, és így szavanként raktam össze a dalszövegeket. Ez is egy módszer, ebből ilyen pszichedelikus, nagyon sok olvasatú, furcsa, talányos dalszövegek születnek, viszont amióta tiszta vagyok, azóta már kerek mondatokban gondolkodom, és továbbra sem figyelek igazából arra oda, hogy mit akar jelenteni a dalszöveg, az csak a végén, illetve utólag derül mindig ki számomra, de hát ez van, hát most én nagyon sarkosan fogalmazva, amíg az ember mondjuk drogfüggő, akkor egy ilyen elszállt, kicsit beteg szövegeket ír, amikor pedig tiszta, egészséges, akkor pedig életvidámabb, egészségesebb szövegeket ír. El lehet dönteni, kinek melyik tetszik, hát nekem nyilván jobban tetszik az, hogy nem a kábítószerek börtönében élek. Van ugye egy szóló projekted, és azt nyilatkoztad, hogy az egyszál gitár, ez egy teljesen más műfaj. Miben más? Legfőképpen abban, hogy ott nincs hátam mögött dob, basszus, nincs szóló gitár mellettem. Ott igazából nekem kell dinamikailag felépíteni a műsort.
Tehát, hogy tudom azt, hogy hol kell halkabban pengetni, újjal pengetni, hol vegyem át a pengetőt, hol sikáljak a gitáron, illetve sokkal pontosabban kell játszani, hiszen mivel nincs mögöttem zenekar, ezért minden hiba többszörösen kihallatszik, kivisszhangzik az előadásból. És emellett, míg a zenekaros koncerteken keveset konferálok és egy pörgős műsort adunk, az egyszál gitáros koncerteken van arra a lehetőségem, hogy azt a dalt játszom éppen, amelyikhez kedvem van, nem kell egy kötött sorrendhez kötni magam, hogy ugye ne zavarjam össze a zenésztársaimat. Kicsit bővebb lére ereszthetem a konferenciét, egy-két vicces stand-upot is berenyomhatok a műsorba, kicsit szabadabb dolog. Lehet azt mondani, hogy ezeknél az esteknél az improvizáció az nagyobb szerepet kap nálad? Sokkal nagyobb szerepet kap egy zenekarral, nyilván ezt nem tudom megoldani, mert ott mindenkinek van egy kötött számlista, azt kell játszani. Most ha belekezdek egy másik dalba, annak nincs sok értelme, mert összezavarom a többieket. Tehát ott azért ott csapatmunka folyik. Az egyszálgitáros projekt, igen, az pedig egy improvizatív, szabadabb. Két végenként hat forkeltem a padlót, postam az ételt, mentem és eltanultam az összes dumát, és láttam rajta az egyenruhát, és vártam. Rád vártam, tudod, mindenki függ valamitől. Mindenki függ, valamitől tudod, hogy mindenki függ. Álmod róla, ahogy én is róla, álmod róla, ahogy én is róla, álmod róla. Úgy, ahogy én is az érettségig, a fehér blúzok, a poros kólák, a vodka gyúzok, a kövér lányok kényeztettek, sosem láttam náluk szebbet. Vártam, rád vártam, hogy álmod róla, ahogy én is róla. Álmodj róla, ahogy én is róla, álmodj róla. Magam sem tudom, hogy miért, de én soha életemben nem igazán hallgattam zenét, a családom sem hallgatott zenét, a gyerekkoromban sem szóltak zenék igazán. Zenélni is egy Beatles könyv miatt kezdtem el, a zenéjüket csak később ismertem meg, a történetük nyűgözött le igazából. Erre magam sem tudom a választ. Filmeket nézek, a filmekben nagyon otthon vagyok és napra kész, de a zenéket nem követem. Filmeket nézel, és írsz is, ugye? Mikor fogalmazódott meg benned, hogy esetleg a könyvek felé fordulsz? Amióta megtanultam írni, azóta szeretnék könyvet írni. Aztán utána 15 éves koromban, ugye, a pubertás korban elrabolt a rock'n'roll, aztán 30 éves koromban jutott újra eszembe, hogy hoppá, de hát én 5-től 15 éves koromig végig csak regényt akartam írni. Tehát nem az a fajta kisgyerek voltam, aki a seprűnyére gitározott a családnak, tehát nem ez az extrovertált figura. Hát szerintem regényt írni az egy sokkal nagyobb feladat, mint dalt, vagy akár albumot. Sokkal, sokkal. Mert a jó híreket hozni csak a rossz utakról lehet, akik az értelmét keresik, mint élni felejtenek. Ez titok volt eddig, de most jobb, ha megtudod. Csak úgy nem tudsz fokorral magad, tudod, amész. Két szét ezt a padlóra is, csak akkor nem kerülsz. Ha belátod, hogy muszáj vagy, és arra a kis dombra, amit emlegetni szoktunk, most magadtól lecsücsűz, és azt mondom, gorosz vagy. Tudod, hogy nem vagy az, ezt mondják mások is, te meg a bekizítod nekik, hogy neked van igazod mégis. Akkor lettél gonosz, te is, mint mindenki, félni szeretsz leginkább, és leginkább félni. Azt lehet mondani, hogy óriási nagy repertoárból választhattok most az egrieknek. Hogyan válogattátok össze a dalokat? A Hiperkarmának eddig körülbelül 100 dala van. Ebből az életműből most az egynegyedét, közel egynegyedét, 23 dalt fogunk elővezetni. Mindegyik albumról képviselteti magát néhány dal. Vannak régiek is, 2000-esek, vannak egészen újak, egészen frissek is az elmúlt évből valók. És nagyon nagy büszkeséggel tölt el engem, mint dalszerzőt az, hogy látom, hogy a Spotify-on például a leghallgatottabb Hiperkarma dalok, az első négy, az mind olyan, hogy az egy újabb, frissebb keletű dal, úgyhogy nekem, mint dalszerzőnek ez óriási öröm, megtiszteltetés. Számon kérik a lelket rajtad, de ugye látod, ma nem muszol.